És akkor most van az, hogy szerintem megy. Várjál, vagy egy forint. Hát de csináld már, drága egyetlenem. Csinálja. Hello! Na, hellóka. Megy. Direkt nem szóltam addig meg. Jó. Tehát, hogy üdvözlök így mindenkit ma este ezen a fekete képernyőn. Most jelenleg az van, hogy patcheli magát a Skyrim. Engem. Tudtam. Fel voltam rá készülve. Úgyhogy most egy körülbelül egy ilyen... Mindjárt mondom, hogy mennyi van hátra. 2 perc ilyen. Elvileg, de össze-össze ugrál a számláló, hogy mennyi van hátra. Tudod, hogy ilyen 1 perc 50 más, 2 perc 28 másodpercig. Most amúgy mizu? Most így ez lesz. Na komolyan, tehát hogy így beszélgessünk így. Hát de most... Mert én jobbat nem tudok. Én most nem tudok így mit mondani magának, mert nem tudom, én most a péntek, nagyon-nagyon péntek van, így 6 óra van, és le vagyok teljesen így merülve, úgyhogy most nem találtam ki előre, hogy mit mondjak, és most nincs annyi kreativitásom, hogy ezt most megszüljem így in situ, hogy most miről kéne beszélni. Jó, ez azért lesz vicces, mert ugye én meg reggel értem haza éjszakásból, és matekoztam egész nap, úgyhogy ez most így... Tényleg, valamit mesélhetnél a képzésről, mert te is ugye már most egyetemre visszamentél. Igen. Én meg nem tudok semmit, hogy hogy haladsz. Hát de miért? Mi az, hogy nem tudsz semmit? De hogy hát mert már vizsgaidőszak van, nem? Hát még nem. Az van, hogy holnap lesz infózéhám, de most egyébként teljesen friss info, egy 2 napja küldött e-mailt az egyetem, hogy minden egyes tevékenységet legyen az óra, vagy legyen az vizsga, meg ZH, meg minden, azt online-ra fogunk átállni. Hát igen, ez de várható meg. Volt. A Debrecen Egyetem is igen. Most állt át minden szarra. Úgyhogy most pánikol az egész kar, hogy úristen, mi a fene lesz. Hát az nektek sokkal jobb online vizsgázni. Hát nekem igen. Ugye az oktatók, akiknek meg lett ígérve, hogy ja, hogy az oktatók pánikolnak. Igen, igen. Értem. Hát most a holnapi info ZH, az például jelenlétes lett volna. És akkor most azon megy a para, hogy hogy kéne ezt megoldani. Jelenleg az az álláspont egyébként, hogy majd screen capture-rel fel kell venni, hogy mit csinálsz te itt itthon a gépeden, és azt kell majd beadni. Úgyhogy... Nice. De egyébként az a helyzet most teljesen őszintén szólva így sok szem közt, eddig nem vagyok elájulva ettől az egyetemtől, tehát... Jó, nyilván első fél év, igen, tudom, még ilyen nem... lófasz tárgyak vannak, de nem tudom, egyelőre nincs olyan dolog, ami nagyon megfogta volna a fantáziámat. Ez pont jó, hogy vége a monológnak, mert a Skyrim update is frissült, illetve elkészült. És akkor most kezdjünk el közösen mindannyian az összes nézővel imádkozni azon, hogy a mentésnek semmi baja ne legyen. Hát most én attól fosok egyébként, hogy ez most update-elte magát ugye a Anniversary Edition-re, és ez el fogja baszni a világ összes módját. Tehát, hogy így... De most a menü is teljesen más például. Nem más, ennek így kell lennie. Nem kell Play. Így. Ez hadd menjen. És akkor én meg mindjárt megnézem. Milyen szakra jár a kereskedelem és marketing egyébként. Éjszakra. Egy erőszakra. Az nem. Megnézem a képt, hogy mi jön át ebből a játszásból, ahogy belépünk. Neked én a hangja így a mindjárt meg... Hát itt jó, csak nem foglak hallani. Ez nagyon durván hangszigetelős ez a fejhallgató. Tehát ez borzasztó, hogy mennyire nem lehet hallani semmit. Miatta. De és még mi lenne, ha így csinálnám, így félfüllel? Vagy akkor leesik a fejemről? A sorozatnál is így csináltam, ha jól emlékszem, hogy ott is félfüllel volt. Jó, nekem úgy tűnik, hogy... Hát itt van continue gomb, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Ja, hogy... Mi? Available anywhere. Ja, hogy még nem is jó, akkor ez így rendben van. Ugye most de akkor lehetne. Ezt nem kéne. Azt nem kéne, nagyon nem. Én azt hittem, hogy update-eli magától tőlem, de... És lehet ezen a fülesen halkítani, mert konkrétan üvölt, mint a sakál ez a játszás. Az a baj, ez, milyen, ez mit csinál ez a gomb? Az csak a... ilyen posáshoz kell. Az most nincs. Hát ez nagyon durva. Legyen már így mindig. Igen, ez, én nem tudok rájönni. Egyébként az a baj, hogy ez egy ilyen... Jézusom, ezt ide hallom. Tudom, hát képzeld el, akkor még félfüle is hangos volt. Jó, kedves chat,
nektek jók a hangok? Mert elméletileg az egy dolog, hogy mi mit hallunk, de titok mást hallotok, úgyhogy... Meg így, igen, így a mi hangunk is jók el, meg a játék is jók, akkor jó, örülöm neki. Jó, akkor szerintem... Na hát ennek semmi baja. Várjál csak. Egy másodpercre visszanézek. Az a baj, egyszerre egy dolgot tudok nézni, tehát vagy a streamet, vagy a chatet. Csak megnézem, hogy laggol-e. Nem laggol, teljesen sima, mint a Baba Popsi, úgyhogy szerintem ez mehet. Okay. Na, elmondom az ötletemet. Nem mondom el az ötletemet. Raj, nem már két keze. Aj, az Isten. Már ez mint... Csak legalább sima, tehát nem lesz lesz meg ilyesmi. Hüaj! Kicsit de, ez most... Legendáriusan játszunk egyébként, tehát az nem működik, mint korábban, hogy nagy fasszal bemegyünk a csatak vezetébe, az lesz valami. Szóval az ötletem ehhez a karakterhez az a következő. Igen, figyeljünk. Ajaj. Az majd még shoutolni se tudsz, mert még annyira gagyik vagyunk. Pillanat, már most az baj, hogy rám fókuszol, és így nagyon nehéz így beszélgetni. Ah. Elsőre. Na, tehát, most csak elmondom! Ugye a Breton karakter, azt én eredetileg a hero, vagy milyen ability-e miatt akartam volna magamnak. Tehát, hogy ugye, abszorbálja a spelleket, az az előző részben kiderült, hogy hulladék. Igen. Így van? Így. De, amit nem tudtam, az az, hogy van egy ilyen, hogy Resist Magic, ugye ez is a júj, ezeket majd le kell imádkozni. Ezek mik? Mikor történt hát ez? Ez egy Skeever harapás, meg egy farkas harapás, ja. Ez Ataxia, meg Rock Joint, azt hiszem, igen. Na, szóval a Magic Resistance az egy passzív képessége a Breton, Bretonoknak, tehát ezt még aktiválni se kell, hanem ezt folyamatosan kapod, tehát ez folyamatosan aktív. És ugye 25% resistance to magic, tehát mi lenne akkor, hogyha azt csinálnánk, hogy enchantokkal, mondjuk olyan 3 itemre, hogyha rakunk magic resistance enchantot még, akkor még egyszer 3x25, tehát kapunk 25-öt ugye a Breton vér miatt, 25-öt egy gyűrűből, 25-öt egy pajzs enchanttal, meg 25-öt egy nyaklánc enchanttal, az 100% magic resistance. Tehát magyarul exploitoljuk a picsába ezt a játékot. Ez valami hasonló egyébként, mint az ingyen destruction spellek, amit a mágus karakteremmel csináltam. De arról nem tud senki, mert az a te de saját azt, de elmondtam előző részben, hogy én csináltam egyszerű olyan mágust, ami teljesen ingyen kasztolta az összes destruction spellt, mert 4x25% izét ráraktam destruction olcsósító enchantot a cuccaimra. És ez meg azért lenne előnyös, a Magic Resistance, mert abból elég lenne 3x25%, mert a negyedik 25-ös adag az a fajból adódik, tehát viszonylag könnyen el lehetne érni. Na most ez még mindig továbbra is azt jelenti, hogy minimum level 30-40 kéne, hogy ezt elérjük, de ez lehetne ez a karakternek a fő témája, hogy teljesen Magic Immune karakter, mert ilyet még sose csináltam, ever, soha. És akkor tulajdonképpen maradnánk a One Handed plus Block felállásnál. Igen. És Conjuration, amit most csinálsz, azt jó, hát most az ugye a pajzs helyett az mehet folyamatosan, az nem probléma. De hogy így arra is akarsz menni? Persze, hát hogy a viharban. Sőt, még az Archer is zárom ki, mert úgy néz ki, hogy ez egy jó stratégia így elsőre. Egyébként level up van, tehát most... Tudom. Oké. De ez a familiáris, ez valami elképesztően fos. Tehát, hogy... Hát figyelj, arra jó. Hogy hát ne engem csesztessenek egy ideig legalább. Úgyhogy én ezt nagyon szeretném megcsinálni, mert ez szerintem viszonylag újdonság is, mivel hogy én sose csináltam hasonlót se. És az azért nagyon vicces így nézőként szerintem, hogy ezt így végignézni, hogy gyakorlatilag ugye a sárkány lehellet is Magicnek számít. Igen. És így rád leel a sárkány, és így semmit, kiröhögöd az egészet. Köszöntöm az Edui nevű felhasználót a chaten.
Úristen, asztali szeretném, jó, most akkor ezt szeretném felolvasni, mert ez egy relatíve hosszabb dolog. Hello, sziasztok! Atya világ, ha tudnátok, hogy ennek most mennyire örülök, mert van egy tökéletes alkalmam megköszönni nektek minden, és főleg Edu-t, mert így lett egy káosz istenem az asztali szerepjátékomba. Arról majd szeretnék tudni egyébként, mert mostanában én is asztali szerepjátékozok. Aki egy hatkezű halisten és pofonnal üdvözöl, ez mondjuk relatable, tehát... Ez és az lett a neve, Edu-i vagy ez aha, most? Igen, ja, igen. Értem. Jó. Ezt rohadtul adom, az a helyzet. Jaj, ne, tudod melyik rész jön. Ó, igen, ez a rest lesz. Ez jó lesz. Bűnök is tennek az átló, de hogy jó anyám. Ehhez szerintem alkemi is szükséges lesz, mert a maxos enchantinggal sem lehet 25%-os magic resistance-et enchantolni. Ó. Igen? Ez most komoly. Nem tudom. Ezért ennyire... És ha 4 darab, mennyi a max? A kitűnő kérdés. De hát szerintem, hogyha... Mondjuk kétszer ugyanazt nem lehet rárakni, ugye? De 4 darab item, tehát hogy mondjuk lenne 4-szer... Mindjárt. Mindjárt, igen. Ha lenne 4-szer 17%, az is elég lenne. Csak rá lehet-e rakni 4 itemre Magic Resistance-t? Hát szerintem az működhet. Azt lehet esetleg meg tudod nézni? Vagy az most túl bonyolult? Vagy a nézőket lehet, hogy meg kéne kérni. Arra, hogy nézzünk már annak utána gyorsan valahogy. Hogy hány... itemre enged Magic Resistance-t rakni. Hát a ruhákra biztos. Mint te a ruhákra, a gyűrűre. Nyakláncra? Nem biztos, ezek közül egyik sem biztos egyáltalán. De tehát a gyűrű az biztos, nyakláncra nem vagyok biztos. Mellé ütött, mekkora mázlim van. A Magic Resistance százalék, de kell hozzá Mirák ruhája. Milyen Miráknak mit tud a robja? Az neked nincs meg fejből? Na, honnan itt a picsából tudja. Mert hogy állítólag, jó, oké. Okay. Na, valaki megnézte a wikit. Köszi. This is magic is kept at 85%, az a marka. Ja? This includes all forms of elemental and dragon breath attacks. A further 85% of elemental resistance can be achieved with a grand potential of 97.75% of magic damage reduction on the element. On one element. Várjál, most nem tudtam felfogni. Még egyszer mondjad. Jó, tehát az a lényeg, hogy a max rezisztencia az 85% lehet. Igen. A further 85% on elemental resistance can be achieved, which will grant a potential of 97.75% of magic damage reduction on one element. Tehát ez csak egyik. Ja. Ez csak egyik. Jó, tehát vagy tűz, vagy jég. Tehát az vagy azt jelenti. Aha, aha. Tehát egy teljes magic resistance-ot azt nem lehet ezek szerint. Mondjuk az egy nagyon jó tervezésre utal, hogy erre gondoltak, mert... Hát jó, csak ja. 96 másik dologra nem tudja. Hogy szerint... a Skyrim Combat az köztudottan nagyon durván exploitolható. Tényleg? Én most mit csinálok szerinted? Így nézd már a képen. Jó, de én úgy gondoltam, hogy a skillekkel, hogyha játszol egy kicsit, akkor tulajdonképpen el lehet szállni a picsába. A franc meg ez. Na, így csak eltalálom. Ugye a Mirák ruha az Magic Absorb. Jó. Hát az jó van az. Az jó, persze. Az ugyanolyan jó hozzá. Rock jointot kapott a droger. Kutyámtól. Láttad? Igen, de teljesen mindegy, mert így is kirektál a kutyám. Az a baj, hogy most kapok egyet. Igen, akkor de meghalok. De miért nem... Miért nem működik a blokk, vagy... Működik, csak ennyire rossz még. Tehát a rakni kéne rá perkeket, meg ilyenek. Helyette. Meg is nézem tényleg, hogy a blokk tree az... Mert most izénk van.
harcot. Most lehetne egy ilyet. Assume a defensive position maximum raising. Úristen. Tehát nagyon sok a betű. Ah, ez jó. Poke the dragon. Nem, ez a timed block, ez nekem nem tetszik, ez az egész skill tree. Te pedig amúgy nem lenne az rossz. Tehát, hogy ez az ága a skillnek. Timed block. És ha ezen az ágon megyünk... Hát ez valamire jó, de annyira nem fontos. Na jó, ez mondjuk. Ez semmi. Ez semmi. Igen. Ez is semmi. Á, nem hasznos. Hogy a viharban lenne már hasznos? Jó, hát jó, persze, hogy hasznos, de sokkal jobbak vannak ennél. Ja, charged attack ellen nem is működik a blokk. Hát ebben az esetben igen. A kurva annyi. Igen, akkor meg kell ütni, tehát mielőtt ütne, meg kell shieldbeselni, és akkor... De azt jól kell időzíteni, mert ha elkezd, tehát rád ver, akkor utána már... akkor szétesel. Hát ez jó, ez most nem annyira nagy dolog, igen. Violently disarms. Az milyen, ha szabad kérdezni? Deliverance, Kingdom Come. Hát, hogy tudom. És a másik ága, az mit tud? Ja, azt pont ezen voltam. Ez is a time blockokkal kapcsolatos. Mármint úgy, hogy nem a time blockok. Ja, azt akar, igen, oda akarok most menni. Tehát van egy, ami így külön van. Ez nagyon fontos, igen. Ez nagyon kellene. És akkor van, ugye... Hát... Van egy harmadik ág is. Aj. De ezt már láttam. Ez a... Igen. Oké. Okay. Nem, nekem ez a bal fele, ez nem tetszik. Igen, ez a vanillából van. Ez nagyon jó lenne. Igen. Jó. Tehát eddig az az ága nyerő. Ez is fontos. Igen, ez jó. Három órás perk trió olvasó live. Bocs. Jó, nem, szerintem nem azért csak. Power bashing with weapon, az nem lesz ilyen, mert csak pajzsal blokkolunk. Hát a blokkolnám! Ugye, ezt nem lehet kihagyni. Tehát most az van egyébként, hogy mivel nem... Igen. Jó, igen. Tehát ugye nem vagyunk kreatívak, se viccesek, ezért hogy az előző sorozatból szeretnénk poénokat felhasználni, jó? Tehát köszönöm szépen a megértést. Jó, kitaláltam. Ez a két ág kell, a Deflect Arrow ág, meg a Power Bash ág. Az egyikhez 30 kéne, a másikhoz 40 kéne, tehát ez még egy ideig nem lesz ettől jobb. Hát a 2x2-t kérhetjük, és jó, akkor hát nagyobbat védekezünk. És a többi? De, hogy van de inkább a One Handedre érdekel most jelenleg. Ennek is nézd meg, van. Jól mondjuk ebből hármat rögtön ki lehet zárni, hogy az nem kell. Ja, mert a mert X, Battle X, meg a Mace az nem. Igen. Jó, ez micsoda? Ja, igen, ezt a múltkor is olvastuk, ez gányadék. Fél karomat a 0,1% staminálért. Ez se lesz soha. Jó, ez nem kell. Aztán, mi van itten? Ha. Aha. Ez nem rossz. Hát csak ahhoz 8-at, vagy hogy van, menjünk vissza? Hát 8-at kell ütni, 8-at és a 9-edik ilyen nagy izé, igen. Jó. Mennyibe kerül a vanilla? Szerintem mostanra már minimális, tehát... Hát azért... 10 eurót mondani. Ez a mészes, az nem kell. Sword. Ne? Unblocked regular weapons. Meh.
csináltál saját tabletop rendszert. De az megvan egyébként, hogy van a Elder Scrolls-nak is egy saját tabletop RPG-je. Azt egyébként egyszer akarok mesélni. Na jó, figyelj, ezt most hadd ne kelljen már végignézni. Még az első néhányat, tehát ami így következő. Ja, ez a degöröság, nem érdekel. Dual wielding. Jó. Nem, itt is két ágnak van értelme összesen. De elég érdekes karaktereket lehet csinálni. Mondjuk ezzel a Skyri moddal. Igen. Tehát mondjuk lehetne egy olyan karakter, aki kifejezetten erre a time, tehát az időzített... Úristen, nézd már ennyi minden. Az időzített pajzsosra megy rá. Tehát lehet egy jó ág, csak kibaszott ügyesen kell csinálni. De most mit csinálsz? Mi? A fasz? Red King, what? Pillanatra nem figyelek, az ez történik. Azt meg vannak itt, Jézus Máriám. Hát ez ilyen. Ez egyébként, ezt kérhetnénk, mert a kutyából akkor tudnánk kettőt. Ja, igen. Uh-huh. Igen. Én most ezen gondolkozom, vagy a One Handednek a következő. De nem tudsz kutyából kettőt egyszerre. De már úgy értem, hogy nem egyszerre, hanem ha meghal, ja, akkor le tudok tenni egy másodikat jó, is. Jó, jó, jó. Anélkül, hogy... Szerintem ez kell, ez fontos. Mert Flamatronakunk is lesz, és az még drágább. Látod így? Aha, ja. Na ez mondjuk, ez jó, ezt adom. Na. Kapta halt. Hát most még kiszenvedi magát, aztán jó lesz. Restorationből is kéne ez a 35%-os olcsósítás. Megint van, vagy 4 skill farm, mivel így foglalkozni kéne rendszeresen. Hát meg ugye a Conjurationnél ugye a Soul Trap-et meg kéne szerezni, hogyha ezt az enchantot szeretnénk csinálni. Márpedig szeretnénk. Mert én a Magic Resistance-re szeretnék rárepülni. Oké, hogy nem lehet teljesed, de akkor is egy 85%-ot csinálhatnám. Az faszomat már. Így már mehet is a Dragon Priest. Ja. Hát amúgy az kifejezetten easy lenne. Hát minden. Egy, hát ez 85% Magic Resistance-el? Ja nem, hát meg most. Egy... Úgy gondolták, hogy most. Ja, hogy most? Hát most nem. No, thank you, but no thanks. A mesélő a Shi'Agorath. Egyébként ez most egy you can't change my mind. Shi'Agorath az Elder Scrolls lore-ban a legérdekesebb és legjobb karakter szerintem. Hát igen, még így is többbe kerül. Hát jó, de ez már regenerálódik gyorsan. A fejükre kéne ejteni azt a végtelen, igen, jó csinálom. Jó, ez semmit nem sebződött így. Lesznek bajok, igen. Menjünk csak vissza ide. Természetesen, hogy ne. Ezt el se találta? Nincs a kezedben, igen. Látom. Hé, hey, mi a fasz? Most nagyon... A faszom. Ez lehet, hogy hiba volt. Ó, azt hogy húztam meg, ezt nem hiszem el. És még csal is. Na? Anya fej. De ő tudja. Nyilazik, hogy meg ne bassza az atya úristen. Tudja, mit kell csinálni. De hiába tök fölösleges farkas lerakni. Hát igen, mert neki fog baszódni a Blade-eknek egyből. Az baszom. Milyen volt? Nem egészen egyenlő a sebzésünk. Hát talán esetleg lehet ahhoz köze, hogy legendáriuson vagyunk, lehet. Talán... Hoppá, meghalt! Istenem, de ekkora mákért, mint egyébként. Hát ez most az volt, mind a... Hát... Mind a... Kettő...
De én azt hittem, hogy hárman van. És még van egy boss fight. Az most fog jönni egyébként. Az azért lesz egyszerűbb, mert körbe lehet futni a termet. És nyilazni, tehát azt nyillal megoldjuk. Csak nincs annyi nyilam lehet. Így, már hogy így veszőm, vagy mi a tököm az. Lol, getz, behalok. Nem jó a Skyrim-et nézni, mert megijed a kedvem a 801. végigjátszáshoz. A 801. Sneaky Archer igazából. Mindenki ja, azt játszik. Itt halt meg, de ez miért? Igen, nem. Jó. Itt nem lesz ugye senki, ha jól emlékszem. Nem, itt már nem. És akkor itt most azt kell csinálni, hogy... És kibaszott nagy nerd vagyok, hogy ezt fejből tudom, de mindegyik ringen kettőt kell. Igen, ez az egyik, amit... Igen. Igen. Az egyetlen, amit én is tudok. Ja, a harmadik az koronában halt meg. Ja, hát az lehet. Na, volt egyéb alapbetegsége is. Na, megnyomtam. Na végre. Nem írja, hogy mennyi arrovom van. Fel kell húzni. Hát egy 50. Állj. Rakd át, nem? Nem szóltam. Jó. Jó, istenké. Na, ez jó lesz. Itt van 3 rejtett chest. Ebben a teremben. Bizony van. És én csak 2 tudok fejből, hogy hol van. Húha. Elmenjünk kinyitni az elsőt. Mielőtt a boss életre kelik. Mindenképpen, hát a lootocska az első. Igen, csak hogy kell oda fölmenni? Dragonborn, felkeltem a 3000 éves alvásomból. Jó-jó, a kardod, adjál! Mit? Mindig hagyjuk. Megvan. Ki? Ne. What? Semmi. Oké. Okay. Aztán. Második. Az is a folyóban van, vagy a folyó mentén. Mi? Hetet mondtunk az eredeti sorozatban. Nem szabad ránk hallgatni, mert hazudunk. Mi? Hét mit? Hét titkos csesz ebben a teremben. Mi van? Nem áll. Hát állítólag azt mondtuk, én sem emlékszem rá. Lehet, hogy azért, mert elképesztően részeg voltam tulajdonképpen folyamatosan. De nem. Nem mondtunk hetet? Na most akkor egy... Nem, én nem emlékszem, hogy hetet, valaha mondtunk volna erre hetet. Egy ellentét van most a vélemények között. Meg. Na most softlockoltad magad? Nem, jó. Ez a víz, ez elképesztően ronda. Miért nem raktam fel egy vízes modot is, ha már, na mindegy. De várjál már most, hogy most kell? Hát de mit csinálsz, apa? Na, nem itt van ez. Nem jól tudok én valamit. Inkább nézzük meg a boss. Már mindjárt, még egy, megnézem egyszer. Egy ilyen. Nincs itt semmi. De van, ott van. Ott van, jó. Ügyes. Ó, hát ez aztán megérte. Na, jó. Mik ezek az emóták, úristen. Igen. Na jó reggelt kívánok. Addig kell... Bele kellett volna verni párat, amíg fel kell. Na, hát... Na, ez már... Overlord, ez mindig ilyen volt. Aha, vagy nem. Ez nem szokott Overlord lenni. Dehogy nem. Szerintem ez mindig az... A Giga Chad. Oh,
nem is haladunk vele rosszul, ne ide Geri van. Jó. Ott van. Megjött. Mi? Hát a levelet. Ja? Igen, nagyon ügyes vagy. Ne próbál már meg túl kompenzálni. Ne! Bö. Az ánuszodba fogja beleállítani a hatalmas... Igen. Hát kis lúd belefér, mert ennek ráérünk. Mi az, hogy még mindig nincs enough magic a mána faszomat? Ez ugye nem tud gyógyulni úgy magától. Tőlem? Nem hiszem, nem. A troll azt tud, de az olyan szinten, hát hogy tudom. Nem tudod elég gyorsan verni. Ahhoz. Anyád! Az mi volt? Hát egy... Haló? De most ez egyébként totál retardált, tehát eszméletlen ostoba. Egy hatalmas őrült. Nézd meg, mit csinál. De azt se tudja, hol van. Prediktív. Mutogatni azt tud. És nem mellé. Tud, de mióta nem tud már feljönni egyébként? Totál hülye. Nekem tetszik, tehát én jó, így el vagyok. Ez világos. Engaging combat. Úgy a fejbe baszom. Hát a gyarai, de ha megbasznak. Gyere ide, kis köcsög, és álljál elém. Aki erős, itt meg áll előttem. Igen, igen. Na, hol van? Itt van egy poison. Ja, hello. Messze. Egy x év után is csodálkozok, hogy a Skyrim ellen főleg buták. Jó, igen, de azért na. Ebből Leo most. Na mindegy. Ezt nem lehet megvinni az a helyzet. Tudod, mit kéne egyszer, Nandi? Na. Dark Souls-ozni. Ne. Tehát, hogyha... Ha szeretnél... Nem. Ha szeretnél valódi ellenfeleket, akik mondjuk így nem fordítanak neked hátat meccs közepén, meg így konkrétan csinálni is kell velük valamit, meg gondolkodni, akkor egy Dark Souls végig. Én azzal megpróbáltam az... játszani, de azt ugye kontrollerrel lehet csak. Igen. Mert azt mondják, hogy billentyűzettel nagyon gány, és egyszerűen én azt nem tudom kezelni. Tehát még egy könnyű játékot se tudnék kontrollerrel végigjátszani, nem úgy még a Dark Souls, tehát hogy így ne, no. Jó, mondjuk az hozzátartozik az igazsághoz, hogy mi az a család vagyunk, akinek a büdös életben soha egy konzoljuk nem volt. Tehát így PC volt mindig. És így ennyi, tehát így totál nincsen rutinunk így kontrollerek tekintetében. Most beindult a spam, mindenki Dark Souls-t akar. De tehát... biztos, hogy nem. Ez azt most már, te, ez sajnos. Te játszhatsz. Mert... Én biztos, hogy nem játszom Dark Souls-t. Azt, ha játszol, akkor jövök, nézem, meg itt kommentálom, de én nem. Biztos, hogy nem. Jaj, ezt elmesélem. Az egyedüli Dark Souls élményem, amikor voltam egy barátomnál, akinek Na? Valamilyen volt, az a lényeg. Várjál, most kapszlokot nyomtam. Survival mode van. Te most mit csináltál? Nem tudom. Megnyomtam a kapszlokot. Nem, mert kajálni kell, meg mit tudom én. Ezt hagyjuk a picsába, ez nem De kell. De ez most hogy jött elő? Nem tudom, valamit nyomtál. Jó, az lehet, hogy az első sávot után, vagy így a Bleakford Barrow után, amikor beindul a játék, akkor ezt így megkérdezi. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy... Így beültem így körülbelül életemben először így PS kontrollerrel játszani, és akkor így gondolta a barátom, hogy hát te akkor Dark Souls, tehát hogy már így dörzsölte a tenyérét, mert ő tudta, hogy mi vár rám, én még akkor nem tudtam.
Na hát a Dark Souls-ról azt kell tudni, a 3-3-mal játszottam egyébként kontrollerre. Azt kell tudni róla, hogy 3 kötőjel 5 perc játékmenet után így fejedhez basz egy boss fightot. Tehát, hogy így oké, ezzel mész előre, ezzel fordulsz meg, oké, tessék, itt van a boss, hajrá, hülye gyerek, csináljad, tudsz már mindent a játékról. Hát nem ment, spoiler alert, nem ment, de nagyon jókat nevettek rajtam. mint az enemy, mint pedig az említett barát. Ezt a barlangot már fel akartam volna fedezni, ha már itt vagyok, mert tök közelinek mutatja a térkép, azt itt maszturbálok azon, hogy merre kell menni. Ez csak egy bandit hideout szerintem. Igen? Ja nem, ez csak egy pass. Ja. Lenézzünk, vagy hagyjuk a francba. Megnézem, mert ha fat loot, akkor kiszenvedjük magunkból ezt a dungeont. Ha nehéz, akkor nem. Gyakorolhatsz a nagy gyíkkal? Mi? Most lemaradtam a nagy gyík kontextusáról. Szeretnék egy flame-atronakt tanulni. Pedig esküszöm, hogy észrevettem, csak már későn. Hát ez... Egy kis friss lehellet a pofába bele. Munka ez. Ez kellett újnia. Mit lesz a... Amanska? De hogy lesz? Hello Amanska. De most bazd meg! Jó, kapta hal. Ebből is kellene egy fast healing verzió. Csomó mindent kéne csinálni, enchantolni. Ahhoz kell egy soul trap. Ó, hogy basználak meg. A lore alapján ő az első, aki próbára teszi a harcosokat, hogy méltó legyen az első tűz begyújtására. Hát nem voltam méltó. Az a helyzet, hogy kurvára nem voltam méltó. Jó, mondjuk a Dark Souls az úgy működik, hogy az a baj, hogy én a 3-mal kezdtem. Az szép volt. Tehát az tulajdonképpen egy nagyon szép dolog. Hívjatok Houdini-nak. Na. Ez egy ilyen folytatólagos élmény. Tehát tulajdonképpen a 3 az ott kezdődik, ahol a 2-nek vége volt. Difficulty-ben is. Tehát így úgy vannak vele, hogy 2 játékot végig toltál, jó van, hülye gyerek akkor most. Lekevertem a mikrofonnak egy kurva nagy pofot, úgyhogy bocsi a zajért. És írtanított el. Az ott egy nagyon... Az valami komolyabb... Igen. Sátán. Anniversary Edition... Ez ennek még... valami baszó macéja van. Amúgy milyen ez fegyver ez? Ez Steelmate szerintem. Nem, én ezt... Ancient Nord. Ancient Nord. Nem baj, mész nem akarom. Használni! Apprentice Necromancer. Hát igen, hát ez tud gyógyulni, úgyhogy kuka. Próbál túlkompenzálni valamit ő is. Nem, ez azért fast healinggel szokott gyógyulgatni, úgyhogy ezt nem tudjuk még megcsinálni. Hát fast healinggel, én is azt mondom. Mi a fast healinggel? Igen. Tehát, hogy Anniversary Edition nem update-eltük, mert az elbasznált összes létező modot a világon, és van egy pár felrakva, úgyhogy... De aranyos volt a játék, mert megkérdezte, hogy akarod? Igen. Bazd meg! Ha. Nincs aktiválva Stone. Tényleg azt kihagytuk, mert ugye nem ott kezdtünk most. Menjünk már Riverwoodba, ha visszasétálunk az úton. Úgyis oda kell menni, ja, az aranyklót igen, leadni. Igen, igen. Hát a zsét azt fel kell szedni először mindenképpen. Mit? Hát a igen, a Lukenből ki kell verni az összes coint, tehát hogy... És akkor majd meglátjuk, hogy... Szerintem elmertünk White Run-ba. Mert a Court Wizard árul egy csomó spelt, Flame Atronakot kéne venni. Soul Trap-et kéne venni. Tosszál egy érmét a vajákodnak. Most mit szeretnél? Megtalálni a boltot. Most akkor mondjam, vagy hagyjam rád a felfedezés élményét. Az zavart meg, hogy itt van, hogy másik irányból jöttünk be a városba. Na mindig. Igen, még open. Oké.
Horizon Zero dalnal nem játszottam, de olyan szinten nem, hogy azt se tudom mi az, és ez most lehet, hogy gáz, sorry. Jól van, a coint adjál. Bent van a Rich Merchants mod. Igen. 400-at adott. Csörögjön Getz. Oké, befejeztem, ígérem. És most már a barátjának tekint, úgyhogy el lehet venni dolgokat. Igen. Ez Disenchant. Ez nem kell. Ez nem kell. Frostbite Venom. Nem. Elég fos. Az hiba volt. Miért? Nem. Ancient Nordon van. Ja, jó. De az is amúgy egy nagy rakás, fosás. Ez Disenchant. Ez nem kell. Urikholkom. Ah, Resist Cold. No. Ezeket majd enchantoljuk. Hát ezt sokat érezt, ma lehet. Jó, tényleg smithing weapon improve-okhoz. Hát szeretnél még egy aha, skillfát? Igen. Mert már szerintem így sincs elég perkünk ahhoz, hogy normálisan nem kell hozni, hát... maximum elkezdjük fejlesztgetni, tehát ilyen... izéket, silveringotokat kell gyűjteni, meg iron ore-t. Hát, ja, csak ahhoz akkor... És akkor... elkezdünk legalább egy párat craftolgatni, hogy fejlődjön a skill, a stealingot ott megtartom. És akkor most ugye barátja lettem, tehát most az alacsony értékű dolgokat el lehet tenni lopás nélkül. Ami fontos, steel sword, hold your horses. Tegyél egy bőtét a fejére, az a mester taktika. Ja, de ez steel-es. Azért mondom, azért kell a vödör. De nagy szó. Ah, nem lopok. Miért nem? Hát a barátod, hát mit csinálsz a barátaiddal? Meglopod őket, mert ezért barátok. És ez? Az csak iron sword. Az persze ték, azt elvihetném. Nyald meg a zsákom. Nagy. Jó, és akkor stone-t aktiválunk, meg igen. Court Wizard, ugye? Court Wizard. Igen, rossz irányba mész természetesen. A stone-hoz. Ja, hát azt valós. Megcsináljuk ezt a bányát, hogy is hívják. Ott van Ember a térképen. Ember Shard, igen. Azt ilyeneket tudok fejből, bazd meg, de az anyag az nem megy a fejemben. Az azért lenne jó, mert ott van egy pikax, amit felveszünk a földről, és lehetne bányászni vasércet, és akkor rögtön kezdhetünk a smithing gyakorlással. Mm-hmm. Ez ilyen kombó mágus vagyok most éppen. Ja, God of War, hát az nyilván... Meg a Shadow of the Colossus-t akarom már nagyon régóta. Colossus. Az a baj, oly sok játék van. Tehát így ez a baj így a modern 2000-es évek játék iparával, hogy egyszerűen túl nagy a választék. Tehát már simán megteheted azt, hogy akármilyen szempont alapján válogathat. Tehát, hogyha neked... ha neked nem tetszik a, mit tudom én, főszereplőnek a szeme, akkor választasz valami másik játékot. Tehát egyszerűen már annyira megengedheted magadnak, hogy válogatós legyél, mert akkora a piac. És ahhoz képest meg folyamatosan visszatérünk a régi kedvencekhez, tehát ez is már 10 éves ez a játék. Restaurácia 23. Annyira jó, hogy így gyors a géped. Nekem adod? Pedig egyébként abszolút egy közép, hát már lassan kezd az alsó közép kategóriába tartozni. Na jó, de hát pont ugye szóba került, hogy 10 éves a játék, na, azok igen. Jól futnak még az ilyen gépeken. Warrior, ugye? Gondolom. Fun fact következik tőlem nektek. Azt tudtátok, hogy a Skyrim játékosok 53%-a a Warrior Stone-t választja mindig? Hát gondolom azért, mert hard... Tehát most ez csak simán egy preferencia kérdés, hogy milyen ez csak azért, karaktert akarsz fejleszteni. Redditen volt egy ilyen szavazás, és ezért jó, nyilván nem reprezentatív, csak így érdekes, hogy így a több mint a fele a játékosoknak az így harcos volt.
régen volt Prince of Persia, és örültél magadnak. Igen. Igen. És most akkor beszélhetnénk a 90-es évek kalandjátékairól, hogy vedd fel a, mit tudom én, vedd fel a fén kesztyűt ahhoz, hogy csendesen átkikkelni a szobán, és ne ébredsz fel a főjobboszt, meg mit tudom én, tehát ilyen nonsense. Miről be? Milyen hát fém kesztyűt? Aha, a 90-es évek kalandjátékainak a nonsense puzzle-jai nincsenek meg. Hát honnan? Van egy ilyen lista, de ez valami egy elképesztő, tehát hogyha mondjuk életfogytiglanra lennél ítélve, akkor talán előbb-utóbb ki tudnám találni. De egyébként a playthrough meg a walkthrough az elengedhetetlen, mert egyszerűen nem, olyan logikátlan fasságok voltak néha egyes játékokban, hogy azt bülös életbe nem találod ki. Tehát ilyen... Ez, amit most mondok, ez egy konkrét példa volt. A Realms of the Huntingban volt egy ilyen, hogy Squeaky floor, hát nem tudok magyarul, tehát ilyen... Nyikorog a padló, igen. Padló, igen, és akkor egy halkan kellett rajta átmenni. És akkor hát mire gondol a játékos, hogy mit tudom, esetleg valami szőnyeget kellett teríteni, vagy valami? Nem. Fel kellett venni ilyen középkori páncélnak, van ez a kar, hát ilyen arm, ilyen kar páncélja tulajdonképpen, azt kellett felvenni. És akkor nem nyikorog a padló. Tehát, hát most akkor ezt talált ki, bazd meg. És nagyon sok ilyen játék volt. Hát az... Baba. Mellé lőttem. Hát a szamat. Faszom. Abszurd humor. Az a baj, hogy nem. Tehát a 90-es évek kalandjátékai azok halál komolyan voltak gondolva. Tehát az tényleg neked ezt kellett volna találni. Az micsoda? Hát ez sajnos, ez hülyeség lesz. Igen. Áú, igen. Most pont el is raktam a pajzsot véletlenül. Várjál. 4-es. Jó. A hang fura, komolyan? Nem már. Lehet, hogy csak messze vagyok a Mikitől. Lehet, hogy... Nem tudom. De tényleg olyan a hang? Egyébként ilyen fosadékos. Hol a tag? Én most egy picit elhagytam, nem az enemit. Már nem. Akkor jó, rendben. Nem tudom, mi volt, de szerettem azokat a problémákat, amik megoldják önmagukat. Még egy klók így kép nélkül. Nem tudom, ez lehet, hogy belehalt valami csapdába, vagy nem tudom mi van. Csak egyszerűen feladta. Nem, meghalt egy csapdától, szerintem. Stroke-ot kapott, vagy nem tudom. A zsíros ételek meg. Meg a mozgás szegény életmód. Nem szokott lenni egy juti fali? Iron, igen. Ja, itt van a pickaxe. Ó, nagyon baba. Pickaxe. Bányászó stream. Hát azért a smithinggel is egy kicsit azért szeretnék foglalkozni. Az már csak azért is jó, mert hogyha épp nincs nálad... Garnetet is kaptam. Ha épp nincs nálad... gyűrű, meg ilyen ékszer, akkor tudod enchantolni a kis szar degöröket is, amiket csinálsz magadnak. Tehát az enchantinghoz is hasznos. Ó, igen. Azt hittem, itt lesz Orvine. Vein. ASMR stream. Nem tudom, így suttoghatok valamit a mikrofonba, ha szeretnétek, de... Ne. Hát... Nem ragaszkodnék hozzá személy szerint. Oh, hello. Never should have come here. Ja, hogy ja. Várjál már, hogy jöttem én ide föl? Ja. Na most... De, bacz meg! Nem értem, ha néha ezt a dolgot.
Ajaj, ajaj, vannak bajok. Jaj, anya. Ja, hát de, halló? A familiárad így elment nyaralni, vagy mi van? Ajaj. Another one. Bravo. És egy másik is megharapja a port. Tödödö. Ha egyet földre vinnék, mondjuk így, az már egész jó. Láttam azt a túl dramatizált halál. Ilyen eszmeralda sorozatba illő. Nem tudom, a V-t, dupla V, futni kell, jaj, anya. Bazd meg, lejöttem a csapdába. Kurva élet. Azaz, nagyon jó, hogy az Isten bassza meg. Most is. Ja, hogy... Á, ezt meg akartam tartani. Szóval. Mystic Binding, azt tudjuk, mert az vanilla. Bone Collector. What? Mi van? Jézus Máriám, meg ezzel nem akarok foglalkozni. De pedig ez poén. Na jó, nem. Ez majd mi lesz. Jó. Archery-t tanulni Riverwoodban? Szerintem mi az Archery-vel hosszú távon nem biztos, hogy akarunk foglalkozni, nem? Blokkot akarok tanulni. Ha van pénzem skilleket venni, akkor biztos, hogy a blokkot fogom választani, mert az fejlődik a leglassabban. Szerintem én egy ilyet szeretnék. Restauráció masztéria. Totál mellé ütöttem. Mi, ez mi volt? Elfogyott a stamina. És hova tűntek a... Mi? Nem tudom ütni a... Ő se téged. Ez mi? Na most. Na, kapod, szoszi. Istenem, ez a játék. Na. Szóval. Ott van egy meghalt, egy... Igen, egy ilyen... Hát ez egy érdekes... Érdekes fizikájú halál. És akkor ez meg lenyílt. Nagyon igen. Jó. Nagyon szeretnék egy torcsot. Csinálhatnál egy zöldséglevest, az aztán a gameplay egyébként. Most komolyan? Csak a falat akarom megnézni, hogy ez minek számít, apparelnek? Nem. Weapon? Egyéb, szerintem. Hoppá. Szóval a falat akarom megnézni, hogy nem-e... Nincs-e benne ore, iron ore. Zöldségleves, elég OP shield usernek. Micsoda, komolyan? Ez egy létező tax? Én azt hiszem, hogy csak mémeltek. Ajaj, ne. Rossz. De várjál, ez most bent van. Ja, hogy bent van. És stamina regent ad, lel. Jó, ez most már lemegy egyből egybe, már nem blokkolódom. Ott van. Íh, micsoda döglődés. Ez, ennek baja van. Ezt nem akarom, inkább kilopikenem. Bár igaz, hogy nincs elég lopikenem. Igen, van vagy kettő. Na már egész otco akarsz fejlődni. Így. Jó, de nyitva van. Hello! Okay. Sanctified by dynamite. Die. Clairvoyance, nagy hulladék. Annyira megborította a kést, hogy ki is esett az asztalból. Neki a baj. Ja, de ez is kinyílik azzal, nem? Aha. Jó, mondjuk ez novice lett volna, tehát.
Milyen bánya ezt, nem lehet bányászni? Boss chest az van, csak orvány nincs. Na, na csak mondani kellett. Hú, de eltette azt a kardot. Mennyi ideje megyünk? 55-ös. Ah, még egy, nem tudom, egy fél óra belefér, nem? Simán, hát nekem aztán. Most kivételesen nem kell sietnem sehova. Most péntek este van, most ezt így rászántuk a streamelésre, hogy legyen valami. Tuk-tuk. Money. Money! Csörög, jönge! Itt van-e, bazd meg! De ketten van. Hárman. Szoráj. Ajaj. Nagyon szeretném nagyon gyorsan megölni ezt a faszt. Thank you. Gimme. Sajsze. Hoho. Nem takarod, szakurva anyjádba. Kösz. De... Ne csaljál, mert lehánylak. Ez baj. És most lesz. Szeretnék elmenni! Kicsit, az a baj, hogy ott van egy ilyen forró ujjú fiú, aki nagyon spameli rá, igen, erre a beszélni. Ja! Hát ezt miért nem mondta egy ember? Hát meg én hozzáértem a mikrofonhoz. Hát de forró ujjakról volt szó, hát itt a kutya nem volt. Hát de mit nem értesz? Honnét ezt a picsából találjam ki, hogy az most mi? Na. Nem igaz, hogy nem értesz. Fent lesz YouTube-on természetesen, igen. De... Most... Ja, semmi, nem, balfaszal, bátyád, ennyi. Istenem, már nem bírok úgy ülni ezen a faszéken. Ha, igen. Aj, de most ezt is megint. Mi? Most? De jó. Mikrofon kellene... Na. Akkor ez most még egyszer. Mikrofon ütögetés nagyon kellemes fejhallgatóval. Jó van, már hát... Tedd már arrébb egy kicsit, szerintem felveszi úgy is a hangot. Csak nagyon a izé fölött van. Nem a billentyű fölött. Nem akarom nagyon mozgatni, mert... Ha túl távol van, akkor még az a baj. De úgy is mondják, ha rossz. A nézők megmondják, ha rossz. Most meg miért lett... nem értem. Az előbb ez nyitva volt. Megtanuljuk ezt a clairvoyance-ot, vagy inkább eladni kell ezt a könyvet? Hát, szerintem sok haszna nincsen, úgyhogy nyugodtan el lehet tenni. Jó, akkor itt egy shave. Neki menjek egy kicsit úgy a dolognak, hogy megpróbálni leszneakelni ezt az egyet, amelyik itt van. Sneakelni heavy armorban egy karddal? Vagy... Hogy gondoltad? Hát úgy, hogy archery-vel. De most már mindegy. Mert azt kihívom. Egy Shaolin leszámolás. A faszom a füledbe! Már, bocsánat. Várjál? Áú. Ez jó, vedd elő a böködet. Ú, de balfaszok vagytok, azt a kurva. Nagyon jó. Az ott mennyire él még? Hoppá, hát éppen telefon. Nulla. Nulla! Oh-oh. Nulla kötőjel la. Igen. De mit csinálsz? Azért raktalak oda? Baszolj meg. Ő se hajlandó egyszerűen. Hello! A taktika. Csak most ez fog megbaszni, amelyik itt van. Senki nem fog megbaszni. Igen, story of my life. Anyway. ez egy bidé, nézd már. Bidé. Istenem. Hát de nem az volt? De az volt, biztos. Szuper szarrantó. Halló. Kurva anyád! Ez nem lesz jó. Nem. Mekkorát rátűfölt már a múlt, és mi van? Azt nézem, hogy a zsinór elér-e.
Pedig pont szintet léptem volna megdöglés közben. Ah. Konkrétan bonkolt, igen. De mi van? Menj már! Ha erre rámennék, így gang up a farkassal együtt, akkor gyorsan meg lehetne baszni. Na, hadd menjek oda. Megbassza! Ha ezt lenyírnánk, mielőtt jönne a többi, meg nyilat kapok a picsámba. Így. Ezt most elmentjük rendesbe. Hát nem vagyok rendesen, bazd meg. Ezt tedd el egy humorosba. Ja, hogy nincs kutyulló közbe. Ja, de van, csak, van csak elbaszódott. Beszari János. De rakok még egy, igen, kell még egy. Dezintegrálódott, annihilálódott. De nem már, az hülye fasz kutya fejed. Már. Ez egy egész jó, nézd már. Kitaláltam a megfejtést. Mit látsz? Ez ide jön. Nézd. Ja, hogy a kutyára ment rá, és nem szóltam. Kutyára megy rá, és még csak nem is szól. Anyád faszát, már bocsánat. A kutya a seggével fogja letolni a hídról. Na, halt. Ez itt egy jó mentés. Isten, de ennél komikusabb csatajelenet szerintem még nem volt. Mi a faszom van? Ne! Nagy ütés. Nagyon nagy, nagyon nagy ütések. De mi? Minden meme! Hát már le volt sebezve. Nem a jó helyen van mentve, úgyhogy nem kell a befesés. Úristen, very big. I never don't see the black pass. Ez amúgy nem gyarbal, Gruff. De amúgy tényleg. Hoppát, nem. Ez ilyen... Van egy második élete is itt a... feketén, hogy... És természetesen nem kell rasszizmus vágyjának élni. Ez egy fiatal gyarbal, Gruff, amúgy tényleg. Megpróbálom arrébb forgatni. Hogy várjál csak? Kicsit hasonlít. Na, szóval. Mekkora fosokat holdolt. Te ahhoz képest kirágtált egy párszor. Na, itt semmi van. Viszont ezt az utat, ezt ugye meg kell nézni. Nem erre van a szuper szarrantó? Nem, itt egy chest van csak. Meg, ja, meg, izé, loot. Mert a szívnamájn az mi? Nem akarok olyat. De az mi az? Nem tudom, de nem akarok. Még egy májnot, az biztos. A szívnamájn az nagyon úgy hangzik, mint hogyha tele lenne szibon. Na mindegy, hagyjuk. Elsőre. Dwindling Flames. Dwindling Flames. Csak kár, hogy Light Armor, nem vagy Disenchant. Húzd már innen, kösz. Ja, az a Markarty börtön. Bekerülni oda amúgy. Jaj, ne, ne. Ezt a múltkori sorozatban is végigcsináltuk, azt azért akkora szó szívás lett belőle. Igen, nem emlékszem. Ez se az, nem hát. És itt már semmi van. Ha csak, nincs még Warvine, de nincs. Na, hát elsőre. Sikerült. Tulajdonképpen könnyű volt ez a dungeon. Egyébként az a szégyen, hogy ez tényleg egy könnyű dungeon. Jó, de mi is level semmik vagyunk még, úgyhogy level noob. Most mi a terv amúgy? Court Wizard. Ah, jó. Meg... Shrine of Talos, mert rajtunk van 4 millió betegség. Ja, meg Smithing, ugye itt jön a bejáratnál. Tehát itt lesz egy
Ja, csak még nem tudok fölmenni, igen, mert a Light Run maga még nincs discoverölve. Szóval a bejáratnál van olvasztó tégely, megcsináljuk a vasakat. Van kovács eszköz. Az egész életem egy olvasztó tégely. Nem is ám. Mi? Nem szokott itt megállítani azt az izé, mondom, hogy... hogy izé, hello, Nataka. Jaj, nem, az ugye nem voltunk még Helgenbe. Tehát nincs sárkány. Igen. És nincs Dragon Business. Ugye az őrök szövege az, hogy Dragon Business only, official, fuck off. Random bejössz, és használod valakinek a smell felé. Na. Ez egyesével kell, de jó. Azt hittem, hogy két orr kell egy ingothoz. Más fajta izénk nincs, jó. A steelhez mi kell? Nem tudom. Na, első kérdésem. Ja, rosszul csinálom. Mert akkor a grindstonehoz kéne menni. Tehát most a meglévő fegyveremet szeretném improve-olni, hogy azt megnézzem, hogy az hogy kell. Ezt például lehet, ehhez stealingot kell. Ehhez is stealingot kell, akkor inkább a... ezt. Fine. Egy damage-et hozzáad, wow. Mehet. Wow! Pickaxe-et is lehet. Jaj, tanning rack-et is kell használni mindjárt majd. Ja, várjál már! What? Jaj, leather strips kell ehhez a szarhoz, jó? Akkor tényleg el kell onnan takarítni ezt a büdös picsát. Tudod, hol lehet leather strips-et találni? Hát van nálam wolf pelt, megcsinálom magamnak. Ja, nem is azt de mondom, nem tudom egyébként. Van a Nazim, annak a házában biztos van egy pár. Nem? Ja! Jaj, Istenem, ez ejtőernyős folyén volt. Ez jó, tudom. Takarodj innen, légy szíves. Baszódj meg. Na, sitz. Tényleg, hogyha van sárk... Több sárkány van egy... Igen, na? Tehát hogyha több sárkány van egy helyen, azt hogy hívják? Sárkánycsorda, sárkányfalka vagy sárkányménes? Ezek itt a valódi kérdések. Szerintem... Nem bírtam egy smithing szintet lépni. A sárkány az hüllők csoportjába tartozik, nem? Nem. Biológusok, segítsenek. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy hívják, mint mondjuk sok krokodilt egy helyen. De olyan nincsen, mert kinyírják egymást. Úgyhogy akkor sárkányból sincs sok egy helyen. Megbeszéltük, köszönöm szépen. Sárkányok. Jó. Hát igen. Oké. Okay. Sárkány flotta. Sárkány arzenál. Pesék, itt van 6 bökő. Na jó. Na jó. Már most mindjárt igaz unalmas részlek, most már csak disenchantolni kell, imádkozni. Akkor jó. Itt van a Nazim, tessék. Emlegetett kurva, tessék. Négettenek lehet disztikveni, jártam, nem? A lot of people. Talos! Na végre, ezt se kell többet megcsinálni. Hiszen nem éled bele magad a játékba. Nincsen immersion. Talos tétel, igen.
Thanos-t étel. Na, jöttem, de szóval... először ezt. Na, szóval az Getz. Na, az összeset is. Frost damage. Turn undead. Fortify alteration. Igen. Nagy fesh. Resist fire, oké. Az ennek jó. Fortify sneak. And... Light armor. Nagy hulladék az összes. Na. Blockot meg magic resistance-t enchantot kéne. Itt van neked a... Várjál. Jó, akkor vegyünk könyvet. Bone battle axe, bound sword. Bound sword? Nem. Calm candlelight. Flame Atronach, ez biztos. De ez így egy összes mana lesz a világon. Azt, pont azt néztem az előbb. A skill tree-ben, hogy egy ward sárkány ellen. Nem. Miért? Nem szabad. Miért? Mert már így is túl sok mindennel akarsz foglalkozni. De ez csak sárkány ellen kell. Másra nem akarom használni. Ó, használd sárkány ellen. Ez legyen ott a izében, majd meglátjuk, hogy kell-e, vagy nem. Mibe kezdtem bele a jó isteni pláne ki? Nincsenek halak, Dani, mert ez még nem az. Ez még nem a jó. Tényleg Boundbow? Csak az még később lesz. Később jön. Illetve nem, lehet, hogy lehet már venni, csak... Ugye a Court Wizardok novice meg apprentice spelleket árulnak csak, és a Boundbow az adett. Na, szóval... Ezt nem akarom megkérdezni. Mi van, nem lehet? Mit szeretnél? Hát a Dragonstone-t odaadni, de hát most a Sword Maker-t azért, mert ahhoz el kell jutni odáig a main questben. Ja? Még sehol nem vagyunk. Akkor menjünk már a Helgenbe, azt kezdjük el, mert ott cipelem a 4 millió kilotonna izét. Da-da-da-da. Tehát. Gyors olvasás szimulátor. Akkor ez un favorit, ez favorit, és ez is favorit. És akkor a familiár az volt a 3-as, akkor mostantól Flamatronak. Soul Trap az új, az lehet 6-os. Oké. Okay. Aztán. Ez nem, ez igen, és szerintem ez is legyen favorit. Jó, el fognak fújni a gombok. Nem baj, hát... Baj! És akkor a healing az volt, várjál, 1-es... A 2-es volt a healing, oké. Ward az lehet 8-as, és akkor még van egy 7-es szabadon. Azt majd eldöntjük. Na, engem az érdekelne, hogy... Ez mennyibe kerül manailag. Nem úgy egész jó. Nem is rossz. Kövi kérdés. Healing mennyibe kerül? Ez se rossz igazából. Egy Atronach, meg egy heal, és akkor vége van. Tehát, igazából az a jó ebben a skill tree-ben, hogy nincs ez a novice, apprentice, adept, expert, mit tudom én, master, hanem minden spellet egyből olcsósíthatsz, már rögtön. 30-as skillnél, vagyis hát 20-asnál, látod? Csak 20 pont kell hozzá, és akkor 50%-kal olcsósodik az összes. Jó. Nem kell 5 pontot, meg 5 skill pontot eltolni arra, hogy, hogy mindegyik olcsóbb legyen, hanem elég 2-t, és már 20-as level skillnél lehet kérni őket. Tényleg, amúgy, totálisan off-topic. Uh-huh. Nem akarjuk elnevezni valahogy ezt? Tehát jó, 2 dolog, ez így most egy sorozat? Hát... Mert ha igen, el kéne nevezni valahogy, mert nem tudom, hogy rakjam fel őket YouTube-ra. Nem kell, hát streamként elnevezed, az miért nem ennyi? Jó? Aha. Az lame. Merre van Helgen? Most segíts a tudásoddal. Lendél, ott. Ez nem a az. A sötét. Ja? Házikó, igen. Jó. Ott. Harry Potter, sötét. Na, ezt most senki nem értette, gondolom.
Muti már amúgy a csetet. Te csak játsszál, ne azzal csak hadd nézzem már meg, na. Ne ide. Király. Helgen, Helgen is ver. Tényleg egy harcos naplója, hogyha volt egy mágus naplója. Már majdnem irányba vagyok, erre fele kell körülbelül menni. Az ugye megvan, jó, hogy tudsz lerakni waypointot magadnak. Ugye a hülye is tudja. Ja, bocs, bocs. Persze, Lucz, megvan. És tudják a referenciát. Büszke vagyok rád, köszönöm szépen. Skyrim újra-újra játszva. Aha, egészen rossz fele megyek, nem baj. Jó, legyen neked igazad. Na. Na, jó. Köszönöm. Szívesen. Aztán erre megjelenik a térképen, köszönöm szépen, hogy az Isten rossz. De milyen jó volt az az 5 méter, amíg nem volt. Amúgy? Róka. De menj már oda. De most megijeszted a lelkét. Gyá, micsoda effektek, mindjárt beszarok. Ezt érezte szerintem. Hol az íjam? De gyorsan, mert elmegy. Nincs, rossz gombom van, ja, ötösen van. Ennyi? Mennyi HP? Ennyi volt a damázs? Ne basszál már fel. Nézzétek, ahogy 2 órán keresztül kibasz a nagy harcossal egy róka. Investigate Helgen, itt van, ne tessék. Mi van? Eltűnt. Dezintegrálóra. Hát jó, akkor... Igen. Halló. A Firefox nem válaszol. Édes Istenem, miért kell velem ezt csinálni? Hát ezt kapta. Scheiße. Valaki szeretne csatlakozni a csoporthoz, jó, majd megnézem a stream után. És itt most a mi lesz? Itt most készed, vagy nem? Nincs kész. Ja. Activate Burn Corpse. Mi? A Leather Journal. You read the journal. Jó, hát így kezdődik a main quest akkor. Nice. Nem, books. Investigate the cave mentioned in the journal or warn the residents of Riverwood. Ja. Na, hát akkor itt az van, hogy át lehet ugrani. Aha. A Helgen Keep-et szerintem. Ugye az alapból azért van benne a játékban, hogy tudjál választani egy alapcuccot, hogy most heavy armor, light armor, milyen fegyvert hát válasszál. Egyrészt, másrészt meg az a tutorial szekció. Hát igen, az már más. Bemenjünk. Nem. Jó. Van egy olyan városi legenda, hogy a rókák elvezetnek a kincshez. Igen, hallottam róla, elég nagy fasságnak is tartom. Várjál! Investigate the cave. A cave. De nem úgy volt, hogy or. Report. Or warn the river. Jó, akkor warnoljuk. Csak ránéztem az asztalodra, és tele van PET palackkal. Tudom, miért? Mert a szelektálni kell egy ilyen felelősségteljes állampolgárhoz. Na, ennek megmondjuk, Dragon. És akkor innentől a Jarl of Whiterun, oké. Akkor azt még meg akarom csinálni, hogy addig jussunk már, hogy a Dragonstone az ne legyen nálam. Tessék? Az megvan, hogy elmondtad neki, hogy jön egy sárkány. Jól befosott, hogy jaj, úristen, úristen, menjél Whiterunba, aztán most meg lebassza az anyját, hogy sárkány, ja, igen. Hülye asszony, ne mondjad már, milyen sárkány. De itt már eltűnt a térképről, nem lehet oda festrevelezni. Mi? Whiterun. Ja, mert most lesz a closed, most van leclose-olva. Ja, igen, 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 most fognak megállítani, hogy szaszgetsz. Az anyja, nem a nője, azt mondtam, hogy az anyja, vagy nem tudom, mit mondtam.
Azt mondtad, csak utána azt is mondtad, hogy hülye vagy asszony, vagy valami ilyesmit mondtál. Azt még nézzük már meg, hogy a Restorationből lehet olyat, hogy a staminát is... Mert régen volt ilyen. Dual Cast, Spirit, Tutors... Jaj, ne! Mi? Ez nem is hülyeség. Oké. Okay. De ez miért egy perk? Hát mert addig nem rakja le a Spirit Tutorokat a Skyrimba. Aha. Ez mondjuk jó. Nem jó. Nem lesz jó. Living Ally-om. Conjurolt ally-jaim lesznek, meg maximum egy follower. Hát, hát az nem jó. Nem. Pilgrim. Wow, egy teljes százalék, de nagy lelkű ez a játék. Akatos Diabella. Szélen járó. Ezek a bonyolult feltételek, igen. Amik ezek, itt van a respite, az lesz az, na. Igen, restore stamina, 40 kell hozzá, és melyik skill tree adja ezt? Edgewalkerből lehet kifejleszteni, és azt? Ja, az azt már, okay. De ez Edgewalker, ez mit is tud? Ja, egyébként ez nem olyan rossz, mert igen. Ez magadra is érvényes. Aha. Jó, ezt még átgondoljuk. A 40-ig úgyse lehet kérni a... Tehát a stamina töltést. Előbb leszek én 40, mint a Restoration szint. Tudsz valahol blokk tanárt? Shield blokk tanárt? Igen. Igen? Válaszoltam a kérdést. Nem, a szintem fenn van a Jorvaskerben. Á, de azt meg kell csinálni. Ne, hát te csak besétálsz. Bármikor. Besétálsz. Bármikor bejöhet, mint a lottó. Nem igaz. Dehogy nem. Nem engednek be oda. De, biztos, hogy beengednek. Próbáld ki. Beengednek. Na jó, mindjárt kipróbáljuk. Ez pont itt lesz. Pont itt van. White Rumble. De ez így tök gáz amúgy, hogy a... Hogy is hívják a sárkányt? Melyiket? Helgenit. Alduin. A fő... Alduin, igen. Alduint nem is rakták bele ebbe a modba. De, csak te nem láttad, nem találkoztál vele. De már hogy a kezdésnél. Hát a kezdésnél eddig még szó se volt ilyenekről, hogy Alduin. Csak te lemaradt a lényegről tulajdonképpen, mint... De attól még az események zajlanak. Ugyanúgy. Aha. Ja, és akkor nem magadtól kell rájönnöd? Ja. Látod, ennyi. Csak fogod az de nem lehet, oké, hogy be lehet jönni, de nem lehet tanulni a csajtól. Miért nem? Hát, mert ahhoz be kell lépni a klámba. No. Nagyon szép a padlójuk, viszont mi ez a... Mi? Na itt van egy olyan sztori, hogy ezek fájtolnak egymással. Én értem, csak... Fú, mekkorát beléjük vernek. Élő negyedek belenézünk. Aela a vadászcsaj. Igen, de nem tőle lehet blokkot tanulni, mert ő vadász, tehát ő vigyászatot. Valakitől biztosan lehet. Jó, most egy teljesen... Na, az Atis az biztos, hogy tanít valamit. Atis. Szavasz, Atis. Úgyhogy be kell joinolni, hogy mielőtt használhatod ezt szerintem, amit te mondasz. Itt van a Stone of Barenziát, az meg mi? Barenzia. Azt nem tudom. Barenzia. Nem. A Diabella az a... Az a cukorbetegek védőistene. Igen. Vilhaz.
Látod? Aha, akkor ez is tudja, hogy tanít valamit. Heavy armort azt hiszem, vagy two-handedet. De beléphetünk, ha már itt vagyunk. Hát miért ne? Kodlak, jól rád néz, azt megmondja. Ugye, hadd nézzelek meg. Gyere ide, hadd nézzelek meg. A fuszrodát is meg akarom csinálni. Teljesre. Ja, hát nyilván, mert ahhoz a fő sztorit kell vinni. Hát igen, sajnos. Igen. Az Unusual Gem az a legközutáltabb questline a világon. Melyik? Az Unusual Gem. Aha. De az nem ad semmit, tehát azt nincs értelme megcsinálni. Csak egy achievement. Hát, igen. És éjszakra Markarthtól van egy ork erőd, és ott a chief, egy blokk tanár. Igen, 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 de az se enged be. Nem. Csak akkor, ha ork friend-dé teszed magad. De nem akarunk ork friendek lenni. Áj. Áj. Ej. Nem, ja nem volt. Kettőkezű. Jó, take up arms, azt most ignore. Vedd fel a kezeket. Ez most csak ennyi volt, hogy elkezdtük? Akkor... Ennek miért nincs még vége? Ennyi nem tudom. Igen, most csak el akartam kezdeni. Jó, oké. Okay. Azért akartam lejönni, hogy lehet-e tanulni blokkot, de hát... Hát, jó. Azért lássuk be, az ötlet nem volt rossz. Igen. De azt is lássuk be, hogy nem volt igaz. Rasszizmus kereteiben nem fér bele az orkokkal való spanolás. Igen, ezt mondani is akartam, csak aztán visszafajtottam, de most már nem lehet ebből kimenekülni. Ez ilyen Skyrim lore, vagy ez most... Nem, ez real life lore. Állítólag nem is azt hiszem a D&D világát érte ilyen kritika, hogy az orkok, hogy az mennyire rasszista, mert úristen, mert olyanok, mint a négerek. És akkor, hogy az ork az ilyen rasszista faj, és hogy nem szabad az orkokat belerakni, meg nem szabad őket úgy ábrázolni, hogy ilyen primitív faj, mert hogy ez mennyire rasszista. Igen, fantasy izéről. Igen, most ez a nagy agymenése a fejlődő nyugatnak. Múltkor a sakba álltak bele, hogy miért a fehér kezd. Tehát, hogy így... Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Na, hello. Balgruf. Why don't you show us that fine pussy? No. I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now? Again. Prevent us, can prevent the attack of a dragon. Prevent. Na. És akkor van a testvére, a Providentus, aki kedvező hitelt osztott a rászorulóknak. De nem van moment, haladjunk már. Nagyon bátor vagy ebben a párnázott trónban amúgy. Egyébként Balgruft látjuk egyszer is harcolni, vagy bármit is csinálni, ami nem az alvás meg a trónjában ülés amúgy. Nem tudom. Steel arm. Armor! Armor! Mert Balgruf nagyon azt szereti csinálni, hogy így nyaldossa a Dragonbornnak a kis faszát, meg így adogat neki ajándékokat, és így azt remélve, telesírva éjszakánként a párnáját, hogy majd egyszer elnyeri a Dragonbornnak a tetszését, akkor, hogyha ajándékokat osztogat neki, de sose történik meg, és ez valódi krízist okoz neki. Messze itt van egy másik. Pick it up, bitch. Anyway, mehet a Dragonstone. Ja, Oda Wingre rámegy ő is, hát jó, de balfasz, mondod. What project? You think you could help me? I really don't think so. What? I never even cast a... Ah, I see.
Ezt sose értettem egyébként. Hát, hogy... Attól jó értem én, hogy be kell bizonyítani neki, hogy tudom, hogy mi az a runa, de hogy így... Nem, mert ez szó vicc. Hogy... You are in for a surprise, ez azt jelenti, tehát, hogy csak mágiásan van megfogalmazva a kedvéért. Érted? Sok rune. Érted? Sok. Ja, hogy ez ilyen. Igen. Jó, most így 10 év után leesett. Jó, oké, rendben. Ah, indeed. Balthazar Gruff, jól van. Oh yes, he must be referring to édes Istenem. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, ezeket nem olvasom. Tú is visszanézem, úgyhogy hiába. Édes Istenem. You are eager to begin your adventure. Excellent. The sooner begun, the sooner done, eh? I learned of a certain Delfin, annak itt kéne lennie álcában, igen, valahol. Az megvan? Itt van Delfin undercover. Ja? Ja, hogy undercover, azt nem tudom. Itt van valahol a másik szobában. Ah, the Dragonstone of Bleak Falls Barrow. You already found it. You are cut from a different cloth than the usual roots they are foisted. Dead Milf, édes Istenem, fékezz magad! De what's my reward? Azt kellett volna. Ja, most vissza Baal Gruffhoz, oké. Okay. És akkor most lesz a Greybeard. Nem, most lesz a Dragonfight először. Ja, és utána a Greybeard, és akkor az már a második szó. Szerintem. Azt már a következő alkalomra lehetne hagyni. Aha, mert 7:30. Már egyébként akartam is szólni, hogy én már fáradok. Nem tudom, hogy a streamerek ezt hogy csinálják egyébként ilyen 6-8 órás streameket. Hogy a picsába? Ezt én nem vagyok. Hát úgyhogy nincs munkahelyük, tehát ők... Ha... Jó, értem, de 6 órán keresztül szórakoztatónak lenni, az nem lehet. Szeretnék Soldier-et. Persze ezt ellopod, de a másik csávótól nem akartál. De ez fontos. Soldier must kell mindig. Soldier must kell. Jó, rendben. Ez csak ték, az jöhet. Szerintem itt lesz egy chest. Na mindegy. Na, jó van. Akkor szerintem következőnek... A Sharkany Fight. Főküldivel folytatjuk, mert a Fuxrolát meg akarom szerezni, és akkor utána... Én rámegyek a blokk tanítani, te. De most már ne beszélj velem, mert izé van. Na, akkor egy rendes big save, és akkor see you next time. Igen, igen, na hát köszi még egyszer a kitartó figyelmet, aztán majd, hát a szokásos dolgokat úgyis kiírom, majd ahol ki kell írni. Azt csinálok, ja ezt. Uh-huh. Oké, hát akkor köszi, és jó éjszakát, majd jövünk. Hello.